A Horgosi Fészek Nagy Családosok Egyesülete 12. alkalommal szervezte meg a gyerekeknek nyári táborát. Idén összesen 38-an vehettek részt a túrú tanyán megszervezett táborban, akik között a horgosi és környékbeli gyerekek mellett magyarországi, sőt ausztriai gyerekek is akadtak. Ott jártunkkor éppen az íjászattal igyekeztek közelebbről megismerkedni. Az Egyesület egyébként élvezetes szabadtéri programokat és kiváló ellátást biztosított a gyerekeknek. Az entai gyermekbarátok és a horgosi iászok egésznapos foglalkozásokat tartottak a táborban. A táborlakók, akik között nem nagy családból származók is akadtak, kivétel nélkül nagyon jól érezték magukat. Külön kiemelték a sportolási lehetőségeket, a csoportvezetők példaértékű hozzáállását, a velük való törődést, valamint az Erzsi néni és segítői által főzött finom kosztot is, amiből nem tudták, mi az elég. A nagycsaládosok táborát idén is pályázati támogatásból és a horgosiak adományaiból szervezték meg, mondta Makra Ilona táborszervező. A fiatalok foglalkoznak a gyermekeinkkel, ők főiskolás gyerekek, ők vannak egész nap a gyerekekkel, ők állították össze nekik a játékokat, a programokat, hogy ne unatkozzanak. Tehát tanulják még azt, hogy nem mindig leheték nyertes, tehát el kell tudni fogadni azokat a dolgokat is, mikor veszítek valamiben, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogok újból neki annak a valaminek, tehát hogy ne adjuk azt fel. A tábor szombaton este a nagyon várt tábor tűzzel, kolbász és szalonna sütéssel, diszkóval, valamint egy szellemjárásnak elnevezett bátorság próbával ért véget. De a gyerekek csak a vasárnap délelőtti reggeli után is vettek búcsút a túru tanyától.